Kiszűrik a vérből a koronavírust annak a fejlesztésnek köszönhetően, melyen a Kaptek Medical Kft., a Pannon Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem közösen dolgozik. Annak érdekében, hogy a kutató-fejlesztő munka eredményeként az eszköz minél előbb elérhető legyen a betegek számára, együttműködési megállapodást kötöttek a felek. Ez a technológia, ez cirkuláló ráksejtek kifogására volt eredetileg a lendület pályázat és azoknak az analitikai részére, de közben rájöttünk arra, hogy ezt lehet terápiás célokra is használni. Ez a prototípus, amit itt a kezemben tartok, ez a technológiai platform megvalósulása, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy olyan eszköz, ami többféle patogén, vagyis vírus, ráksejtek kifogására lehet használni az emberi véráramból. Ez kvázi egy vérszűrő, tehát a véráramban került koronavírus részecskéket képes kiszűrni. Ha a kezelőorvosok látják, hogy a beteg vélhetően nehezen fog tudni megküzdeni a fertőzéssel, akkor rákapcsolják erre a szerkezetre, vérszűrőre, ami kompatibilis a már meglévő klinikai kiszolgáló berendezések, illetve a szakszervezet tudja kezelni, és kiszűrik egyszerűen a véráramból magát a koronavírus részecskéket, és minden más létfontosságú véralkotót pedig visszaadnak a betegnek. Ez ahhoz hasonló, mint a művesek kezeléseknél alkalmazott oszlop, csak ennél egy jóval speciálisabb verzió. Nem csak a koronavírus elleni küzdelemben lehet alkalmazni, hanem más nem kívántos komponensek kifogása is használható. Az elsődleges célja magának az oszlopnak a fejlesztés elején az volt, hogy a véráramban keringő úgynevezett cirkuláló ráksejteket kifogja. Ezek a ráksejtek okozzák az áttéteket, és hogyha ezeket el tudjuk kapni a véráramból, el tudjuk távolítani a véráramból, akkor jó eséllyel megelőzhető vele az áttétképződés. Ezt 2015 óta fejlesztjük, és a vírus helyzet kapcsán merült fel, hogy ennek a problémának a megoldására is alkalmas lehet. Mi nyilvánvalóan a koronavírus járvány kezdetekor, mint a koronavírus egyik lehetséges terápiás módszerével kapcsolódtunk be, és a koronavírussal próbáltuk ki ezt a technológiát. Azt azonban el kell mondani, hogy feltételezhetően ez több vírusra és más vírusokra is alkalmazhatóvá válik majd a jövőben. Az előkísérletek alapján nagyon jó eredményeket értünk el, talán még mi sem várt jó eredményeket értünk. Ennek mentén természetesen úgy gondoltuk, hogy a jövőben is folytatni kell ezt a kollaborációt, és ezt elindul együttműködést. A COVID-járvány alatt nagyon sok minden negatív dolgot tapasztalhattunk meg, ugyanakkor fontos, hogy arra is oda tudjunk figyelni, hogy ez a típusú világjárvány iniciált nagyon sokféle kutatást, és többek között a most aláírásra kerülő szerződés keretei között a Szent Ágotai Kutatóközpontunknak a virológiai laborja ismételten fel tud mutatni olyan fajta eredményeket, amelyekkel segíteni tudja más egyetemeknek, sőt piaci szereplőknek is a tevékenységét, és arra büszkék vagyunk, hogy ez a szintű laboratórium ez itt működik, és ilyen módon is hozzájárulhat a tudomány, illetve a üzleti világ fejlesztéseihez. Ez egy áttörő eredmény, amit most elértünk itt a Pécsi Egyetemmel és a Pannon Egyetemmel közösen. Itt tulajdonképpen egy kutatási eredményből ipari hasznosítás lesz, és ez tulajdonképpen klasszikusan egy innováció, és ez nagyon fontos minden szempontból, olyan szempontból is, hogy meg lehessen mutatni, hogy egy, igenis az egyetemekkel együttműködve cégek, piaci szereplők, azok komoly eredményeket érhetnek el. Nagyon jó minőségbiztosítás kell ahhoz, hogy az a biztonság, ami egy ilyen egészségügybe elvárható, vagy kötelező teljesíteni, mi ezzel is rendelkezünk, és képesek vagyunk ilyen termékeket gyártani.